Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Zömében kezdők gyűltünk itt ma össze, akik nem régóta foglalkozunk a kereskedés, illetve a befektetés világával. Nyilván hosszú távon részvényeket venni, egy-egy portfóliót fölépíteni valamennyivel azért könnyebb, főleg, hogyha abban vannak kötvények, állampapírok is, vagy pedig egyéb befektetési termékek, mint arany, stb. Stb., mint mondjuk napi szinten daytrade-en indexekkel vagy devizapárokkal, vagy esetleg skalpolni. Itt megpróbálom egyszerű szavakkal, egyszerű módszerekkel bemutatni a gyorsabb mozgások lekereskedését napon belül, vagy akár napon túl. Befektetési tanácsot nem adunk, és mindenképpen mérlegeljétek azt, hogy bármilyen broker cégnél kezdtek hasonló, vagy akár hosszú távú befektetésekbe is, a tőzsdézők 80%-a jelenleg pénzt veszít, úgyhogy felelősségteljesen kell lehetsz hozzáállni, mint ahogy azt alul olvashatjátok, hogy amikor tőkeáttétel CFD-kkel kereskedtek Forexen, vagy akár indexekkel, olajjal, arannyal, hadd ne soroljam, vagy akik bitcoinnal és társadalmi pláne, a kockázat nagy, átlagosan 80% szolgáltatóként, illetve akár bizonyos időszakonként volatilitás függvényében ez változhat. Ennyit a kockázatokról. Amit még hozzátennék, hogy aki kezdő, az mindenképpen demozzon hosszú-hosszú ideig, bármilyen broker cégnél is van, ugyanis inkább demóban célszerű tanulni, főleg az ilyen viszonylag nehéz technikákat, és itt bármilyen stratégiáról, technikáról beszélünk, az egyik sem befektetési tanács, ezek pillanatnyi döntések, és ugye vagy kisztoppodik a pozíció, vagy nem. Ezen volatilis időszakban, különösen ami most várható a piacokon, igen kockázatos skalpolni és daytrade-elni, viszont azért célszerű ezzel a témával foglalkozni, ha valaki olyan típusú belépőket lát egy 1 perces, 5 perces, 10 perces csárton, ami egy picit szokatlan, akkor azt akár a hosszabb távú befektetéseknél is technikai elemzés tanulmányozásával karöltve lehet kamatoztatni. De nagyon-nagyon keveseknek való a daytrade és a skalpolás, ez relatíve az egyik legnehezebb ilyen típusú technika vagy időség. Azt gondolom, hogy kockázatokról meg egyéb dolgokról beszéltünk bőven. Én hamarosan, mivel közel este 8 óra van, mindjárt meg is nyitom a chartot. Ha van kérdésetek, ezt nyugodtan tegyétek fel a chat ablakban. Én most itt egy MT4-es felületet próbálok megosztani. Kérdezem tőletek, hogy látszódik-e vagy nem a felület, illetve alul figyelmesen olvassátok el a kék sávban levő kockáti nyilatkozatot. A webinárium előtt egy-két percre nyitottam egy pozíciót, ugye ez egy emelkedő trend per pillanat, de bekövetkezhet az, főleg itt perceken belül, hogy vagy fölfellövünk ki, vagy ezt a piros trendvonalat törve kistoppolódunk. Most, mivel este 8 környékén vagyunk, én azt az utat fogom választani, nagyon kockát kerül leszek, én nem akarom ezt a 26 demo dollárt elbukni, nem inkább bátortalanul jobb klik, megbízás módosítása vagy törlése, és ebből 0,7-et az egy lotból lezárok. Elnézést, rágépáltam. Egy lot 1.1 dollár plusz-minusz. Tehát az előbb ugye láttátok, hogy 25-6-7 dollárt bukhattunk volna, ez nem sikerült. Mivel most már csak 0,3 van, ezért már csak 8 dollárt bukhatunk. Ezt a kék vonalkát én elmozdítom egy picikét följebb. Nem tudom, hogy zavar-e titeket vagy sem. Kérek egy visszajelzést a chat ablakba, illetve azt, hogy látszódik-e vagy sem. Tehát akár demóban, akár élőben kötögettek, bármilyen broker cégnél is vagytok. Ez az egyik legkockázatosabb a rövididősű kereskedés, és mindenki demóban gyakorolja. Ezt azok kedvéért mondtam, akik később csatlakoztak. Chat ablakba várom a kérdéseket, válaszokat. Ennek a pozíciónak, a nyitásának több oka is van. Gyorsan menjünk rá a számlatörténet fűre. Itt azt csináltam, hogy észrevettem több dolgot. Hát egyrészt azt, hogy erről a ferde emelkedő trendvonalról megpattantunk. Másrészt, ha valaki idehúz egy eső trendvonalat, akkor ezt itt áttörtük, ami akár azt is eredményezhetné, és ez nem befektetési tanács, hogy megközelítjük
az emelkedő trendcsatorna felső vonalát, ezt a piros vonalat, lehet, hogy nem érjük el, vagy akár rá is törhetjük. Mivel ezen a pozíción ilyen részzárásokkal szoktam skalpolni és daytradelni, vagy hosszabb távon is kereskedni, mit jelent a részzárás? Egy lottal nyitottam, ami azt jelenti, hogy ha egy pontot megyünk fölfele, $1 nyerhetek ezen a demószámlán, ha egy pontot megyünk lefele, akkor $1 bukhatok ezen a demószámlán. Mint látjátok, ennél a pozíciónál a vételi árfolyamon 33.908 pont volt, és 33.882 ponton, tehát 26 ponttal lejjebb volt a stoppom, azaz $26 bukhattam volna. Ha ezt a pozíciót lefelezitek, akkor értelemszerűen $13 bukhattok, ha pedig lenegyedelitek, akkor még kevesebbet. Itt most majdnem ez történt, tehát a 70%-át zártam. Tehát, ha $26 bukhattam volna, akkor most már csak a 30%-át bukhatom, durván 7,5 vagy $8. Ráadásul ezzel a 70%-os részzárással, tehát az egy lotból 0,7-et zártam, nagyjából azt értem el. Egyébként milyen események vannak most este 8-kor, bemutatom a későn érkezők kedvéért, azt, hogy mit is csináltam az előbb. Jobbklik, megbízás módosítása vagy törlése, piaci végrehajtás, és egy 0-10-es zárás. Ki az, aki tudja, milyen hír van most az Egyesült Államokban? Csetablogba várom a választ. És erre most itt ráteszek egy csúszó stoppot. A csúszó stopp értéke 12 pont lesz. Ilyenkor 12 mellé, ezt csak úgy kitaláltam, 2 nullát beírunk. És látni fogjátok, hogy ez a piros vonalka, ha 12 ponttal megindul az árfolyam fölfele, akkor bizony-bizony ő is meg fog indulni. Csak ehhez ezt a kék vonalkát innen el kéne tüntetnem és leokéznem a dolgot. 12 pontnyira van a csúszó stoppunk, tehát ha megy fölfele az árfolyam, akkor is nyerünk $5. Ez lehet, hogy túl szűk, ugye az emelkedő trendcsatornából, ebből a két párhuzamos vonalból, amikor összekötöttem a gyertyákat, kitörtünk fölfele. Most ezt hogyan lehet lereagálni? Többféle úton, módon. Az egyik az az, hogy fogom a meglévő pozíciókat, van egy 0-10-es, és ennek is a stopját följebb húzom. Így már olyan nagy baj nem lehet. Azt gondolom, hogy talán, ha esetleg visszaesnénk a trendcsatornába újra, tehát ha ez nem egy valós kitörés lenne, hanem egy fals, akkor talán érdemes lehet zárni a pozíciót. Ki az, aki tudja, hogy este 8 környékén milyen események szoktak történni Amerikában, ez pont most mi történik. Aki tudja, írja be a chat ablakba. Nyilván egyrészt ugye az van, hogy este 10 környéken zárnak a piacok oda át, ilyenkor van egy-egy napvégi vagy meghúzás, vagy éppen egy kis korrekció lefele, hogyha az eladók ugye túlsúlyba kerülnek, akkor egyre olcsóbb és olcsóbb árak van a daytraderek, például megszabadulnak a pozícióiktól. Ha pedig shortosok voltak az illetők, akkor akár pánikszerűen vételekkel zárhatják a pozíciókat. A short az azt jelenti, hogy ha mondjuk te itt eladtál, akkor azt olcsóban akarod visszavenni vagy lezárni. Ha viszont nem jön be a várakozásod, vagy itt aludtál és nem zártad le, akkor nem annyira jó, hogyha fölfele megy a piac, azért inkább ha mondjuk 100 forinton valamit eladsz, és 101 forinton veszed vissza, akkor 1 forintot buktál, az még mindig jobb állapot, mint ha 200 forinton kéne visszavenned. Normál esetben a befektetők, tréderek, kereskedők többsége általában long beállítottságú, tehát az emelkedésben bízik leginkább. Az emelkedés az csak relatív, ugye egy perces idősíkon nézzük most, mindjárt ki fogunk arra térni, hogy mielőtt neki állnánk kereskedni, most ezt csak bemutattam, hogyan lenne célszerű ezt az egészet művelni. Itt és most látható, hogy van még egy pár pozíció, és én ennek a pozícióját, ez egy swing trade lett volna, azt jelenti, hogy meghagytam volna holnapra, egy 20 pontos csúszó stopra cserélem, de beírom a 20 után egy 2-0-át kell jönnetett 2000-et, ezen az MTM-es felületen, és látható, hogy védem a pozíciót egy csúszó stoppal. Nekem az a gyanúm, hogy ez egy fals kitörés itt, nem biztos, hogy beigazódik a gyanúm, de ha igazam lenne,
akkor bizony-bizony jobb ezt a pozíciót lezárni, mielőtt megfordulna ez az emelkedés. Nézzük, mit csináltunk az elmúlt időszakban. Egyes, ráhúzom, kettest ráhúzom. Azt látjátok, hogy egyelőre jó ötletnek tűnt ott zárni. Ha esetleg valaki shortot akar nyitni, picit kockázatos vállalkozás, még a stopot sem volt időm betenni, elnézést, most ezt le is zárom. Ilyenkor nyilván stop-loss-t kell betenni. Ez egy fals kitörés volt, tehát nem jött be az a várakozásom, mi szerint ki fogunk törni. Ezért a másik meglévő pozíciónak a stopját behelyezem a trendcsatorna vonal alsó vonala alá, ami azt jelenti, hogy attól félek, hogyha kiesünk lefele a trendcsatornába, vagy a fölfele nem sikerült, akkor még jobban beszakadhat a piac. Ezt megelőzendő nézzük, mi történt a Nasdaq-kal. A Nasdaq esetében van egy 0,3-as pozícióm, korábbról nyitva. Mindjárt beszélünk arról, hogy pontosan hogyan lehet felépíteni egy-egy ilyen stratégiát. Most csak azért mutatom ezt így élőben, hogy lássátok, hogy bizony-bizony itt nincs sok idő szórakozgatni. A Nasdaq nagyjából pár órája lett nyitva, ha kis stoppolódnék, oda viszont piros vonalhoz, 3-4 dollár buknék. A lebegő pozíció értéke több mint 30 dollár, mivel eltávolodott a vételi áramtól, ebből én most csak 0,1-et zárok, úgyhogy jobb klik a kék sorra, megbízás módosítása vagy törlése, piaci végrehajtás, az utóbbi kettő bal klik volt, és ebben 0,3-ban 0,1-et a sárga, magyarul zárásgomb megnyomásával lezárok. Nézzük, hogy itt mit csináltunk. Szerencsénk volt, persze a tőzsde az ugye nem szerencsáték, de kell hozzá az is, mert jó volt a belépő, és nagyjából jó időben zártunk. Erről a short pozícióra egyébként lemaradt a stop loss, mondhatom a Dow Jones-nál mit csináltam, ugye volt long pozíciónk is, meg volt short, de nem volt időm betenni, láttátok élőben. A short oka az volt, hogy kitörtünk fölfele, fals kitöréssel, tehát visszajöttünk azonnal, ebből az emelkedő trendcsatornából, ilyenkor az a várakozás, hogy megérintjük az alját, vagy még alá megyünk. Ezt csak mutatom. Tehát a Nasdaq esetében szerencsénk volt, mert mi is történt itt. Alul egy indikátort láttok, jelentősége nincs, én nem használom, csak amikor beléptem itt ebbe a számlába, rajta volt. Ez itt engem egy picit zavar. Kérdés, látszik a képernyő, minden oké a hanggal, mehetünk-e tovább, csetablakba bármikor írhattok. Volt egy úgynevezett oldaladás. Azok a kereskedők, akik nem szeretnek várni, belőlük lesznek a daytraderek, skalperek, azok az oldalazó piacon nem annyira boldogok. Ők azt szeretik, hogyha kitör a csárt fölfele, vagy ha hirtelen beszakad, stb. Stb. Mi is az, hogy kitörés? De kitörés például az, hogy van itt egy szint, lehetne jó helyre tenni, például ez, és itt megindult az árfolyam fölfele, aki itt vásárolt volna 13.000 pont környékén Nasdaqot, letette volna a stopot 12.970-re, tehát mondjuk egy 30 pontot, 30 dollárt megkockázott volna, az jelenleg, hogyha tartott volna a pozícióját durván, 90-100 dollár pluszban lenne, mert 90-100 pontot emelkedtünk. Ez tök jó. Akkor jó, ha itt van lenne a stop loss megbízás, ami azt jelenti, itt veszem, ennyit vagyok hajlandó bukni, én itt vettem. Ez a skalpolás. Ez pedig a kitörésre való játék. Ha itt veszed, távolabban a stop loss megbízásod, egyszerű példa, 100 forinton veszek valamit, nem mindegy, hogy 90-en adom el, mínusz 10 forintba, vagy pedig 80-on, mínusz 20 forintba. Mindenki el tudja dönteni, melyik a jobb forgatókönyv. Ugyanakkor lehet a mennyiségekkel is játszani. Ha én magasabb áron veszek fél lot mennyiséget, akkor egy pont, vagy éppen 100 pont elmozdulás nem 100 dollár, hanem csak 50. Fölfele, lefele, tehát plusz-minusz irányba is. Ergo, a daytraderek általában, illetve sok daytrader játszik kitörésre, például ezen a ponton, de nekik lejjebb kell tenni a stopot, és általában kisebb lotokkal kereskednek. A skalperek egy része, például én is, gyakran játszunk alakzatokra, illetve fals letörésekre. Mi az a fals letörés? Itt volt egy sáv, megmutatom. Gyönyörű szép sávozás, lehetne húzni egyébként följebb is a vonalkát, akár ide,
ez is lehetne a sáv alja, tehát ez a sávtető durván, ez meg a sáv alja. Ugye azt lehet látni, hogy letörtük ezt a szintet, illetve ezt a kettő piros vízszintes vonalat, majd hirtelen visszafordulva fölé jöttünk újra, azaz ez nem egy valós letörés volt, hanem egy fals, ráadásul ilyen W alakú letörés, nem tudom, mindenki látja ezt a picike W-t. Ezt úgy hívjuk, hogy dupla alj. Alakzat és fals letörés, összekötöttem picit pontatlanul, meredek vonallal igazítom nektek. A gyertyatetőket, ezek a kis valamik, ezek a gyertyák, a tetejüket összekötöttem, és ahol törte az esőtlen vonalat, közvetlenül a fals letörés után én azonnal belítom a pozícióba. És ebből ez lett. Rengeteg ember tanul technikai elemzést, és mondják azt, hogy dupla csúcsokra, válfejvállalakzatokra, meg ilyenekre megfordul a piac. Ez tök jó, csak nem mindig. Ha van egy emelkedő trend, gyakran elmaradnak az alakzatok. Ha mindenki tudná, hogy egy dupla top, vagy éppen dupla aj esetén mi történik a piacon, tehát ugye sokan azt mondják, hogy dupla aj után emelkedni fogunk, lásd ezt a dupla vét, vagy sokan azt mondják, hogy a dupla top, tehát az M betűnél, eljöttünk idáig, eddig az ellenállási szintig, majd utána lefordultunk, eljöttünk újra, kirajzoltuk az M betű második csúcsa, és itt sokan elkezdenek shortolni, csak azt nem veszik figyelembe, hogy önmagában egy alakzat kevés a döntés meghozatalára. Mi kell a döntés meghozatalához? Hangsúlyozom, ez nem befektetési tanács, és ezt csak demóban próbáltok ki, addig a pontig, amíg nem érzitek. Ráadásul az emberek 80-90%-ának ezek leginkább magasabb, tehát nem egy perc egy gyertya, hanem 15 perces, órás, 4 órás, vagy éppen napi idősíkon működnek, például részvényeknél, indexeknél, vagy más terméknél. Kérdezem én, hogy ha ez egy dupla csúcs, aminél ugye sokan eladnak, tehát vételi pozíciót zárnak, vagy shortot nyitnak abban bízva, hogy szépen beszakad a piac, itt mi szokott következni? Normál esetben, hogyha egy ellenállási színnél kirajzódik egy dupla top, lefordulhatunk és tényleg eshetünk. Azonban van egy B-verzió. Az emelkedő trendnek az a definíciója, hogy emelkedő aljak, emelkedő tetők. Ez itt egy emelkedő trend? Szerintem valamennyire igen. Magasabb idősíkon, most mutatom meg majd később, látni fogjátok, hogy mindenképpen az. Emelkedő trendben ezek a fordító alakzatok, ahol sok sortos arra vár, hogy na most az árfolyamok eséséből hatalmasat profitál, remélhetőleg ők most tévedtek egy picit, mert ha ezt a vonalat áttörjük, és itt is egy fals letörés alakul ki, nagyon fontos piros szintünk van, ugye ez volt a sáv tető. Alatta kialakul egy letörés, majd visszajövünk, megint letörünk, megint visszajövünk, és megint dupla V alakul, látjátok, ha ránagyítok, megmutatom, talán jobban látszik. Megyünk a végére. Tehát volt egy szép embetünk, egy dupla top, itt sokan sortolnak, majd átalakult dupla aljár, dupla VV, ahol körözgetek, és itt gyakorlatilag, ha itt beléptetek egy long pozícióba, és a korábbi szint ezen két vonal valamelyike alá tettétek a stop loss-t, akkor itt bizony lehetett volna pénzt csinálni. Ez mondjuk demószámla, demó pénzt legalábbis. Honnan tudjam én azt, hogy hol vannak jó belépők? Hát egyrészt szinteket meg kell tanulni rajzolni, másrészt meg kell tanulni felismerni az alakzatokat, meg kell tanulni azt lereagálni, hogyha elmarad egy alakzat, nem mindig van igazam, és a többi, és a többi. Na, menjünk vissza oda, ahonnan el lehetne indítani egy-egy elemzést. Most itt mindent törlök, itt nem törlök mindent, maradjunk annyiban, hogy lerajzolok egy-egy elképzelést. Ez itt a napi csárt, ami azt jelenti, hogy egy gyertya egy napot testesített meg, akár világos zöld, akár másik zöld. Itt ugye estünk addig a pontig, amíg az ereszkedő csúcsokat összekötöttem, kialakult egy hatalmas dupla V, egy hatalmas dupla aj napi csárton, és az esőtrend megtört. Van egy olyan tőzsdei mondás, hogy adj el májusban, és menj arrébb, ez angolul szebben hangzik, és rímel is. Ha ez egy dupla aj, akkor mehetünk fölfele, de ha esetleg az amerikai jegybank megszólal, vagy éppen recessziótól félünk, inflációtól félünk, vagy esetleg tőlünk keletre olyan események történnek, ami kedvezőtlen, stb. Stb.
akkor azért ez még nem biztos, hogy ez a bika piac kezdete. Lehet, hogy csak egy medvepiaci rally. Medvepiac az új esést jelent, nagyjából első oldalazó csordogáló mozgást, kisebb fölfele korrekciókkal, a bika piac pedig egy lendületes, emelkedő, általában mozgalmasabb történet, mint a medvepiac. Meg ugye van a tőzsdek rak lehetőség is, amire még nem következik be. Szerintem ennek az esélye még jelen pillanatban nem olyan releváns. Volt egy első trendünk, megtört, elindultunk emelkedni. Szép és jó. Egyébként itt van egy másik dupla aj, egy picike, itt van egy másik dupla aj, dupla vagy egy picike, és itt van egy ilyen furcsább dupla aj. Minden adott volt arra, napi idősíkon, hogy a NASDAQ emelkedjen. Nézzük a 4 órás idősíkot, haladunk lefele. Emelkedő aljakat láttok? Én nagyjából igen, most csak berajzolok egy trendvonalat, párat összekötök. Én azt látom, hogy ez egy emelkedő trend, a vége picit oldalazós, de azért aránylag optimista. Nézzük az órás idősíkot. Ezt minden reggel meg kellene csinálnotok. Itt már érdekesebb a játék, ha ránagyítok, megmutatom, mire gondolok. Őt itt úgy hívják, hogy váll, fej, váll alakzat. Keresztel mutatom. Ha neki a nyakvonalát berajzolnánk, ez a vízszintes vonal, váll, fej, váll, kezdők kedvéért beszélek ilyen lassan, itt nagyon sokan shortot nyitottak, csak hogy a nyakvonal a fehér vonalka alatt kialakult egy fals letörés. A shortosoknak itt van fönt valahol a stopjuk. Ennél többet nem buknak, eladták valamit 100 forinton, és mondjuk 110-en akarják visszavenni, maximum nem várják meg a 200-at, meg a 300-at. Magyarul ez lehet, hogy egy elmaradó vál, fejvál alakzat lesz. Lehet, hogy teljesíti a célárát, ekkora mennyiséget eshet, mint mondjuk a magassága, vagy 2-szer ekkorát, vagy 3-szer ekkorát, mindegy, de lehet, hogy nem. Ezzel nem voltam túl bölcs, de itt is volt például egy dupla top, és aki azt várta, egy embetű, hogy beszakadunk és hudanyot fog keresni, mint shortos, az bizony így járt, mert utána följebb emelkedtünk. Hát elmaradó alakzatokat több idősíkon is meg lehet találni. Ezen a csárton, vagy akár más csártokon, ez gyakran jellemzi a piacokat. Ha valaki 15 perces day trader, a scalperek M1, M5, M15-öt alkalmaznak, egy gyertya 1 perc, egy gyertya 5 perc, egy gyertya 15 perc, mint egy kilomírót fönn. Akkor itt már van egy gyönyörű szép W, látjátok, ugye? Tehát én azt láttam, hogy napi idősíkon a nagy esés megtört, H4-es idősíkon fölfeletrend van, H1-es idősíkon fölfeletrend van, ráadásul a H1 az új 1 órát jelenti, ráadásul gyanús, hogy a válfejvállalat nem lefele teljesítette a célárát, mondtam, mert általában a váll után folytatódni szokott egy ember, hanem fölfele megindult a váll, illetve a fej felé. Magyarul azt látom, hogy több idősíkon is volt okom a longra, azaz a vételi pozícióra, ezért léptem be ebbe a pozícióba. Ezt úgy hívjuk, hogy több idősíkú elemzés, multi-time frame elemzés, ki hogy mondja. Na most, ha valaki skalpolni akar vagy vétrédelni, hangsúlyozom, ezt a demóban tegye, bármilyen broker cégnél van. Nézzük meg egy-két napot, hogyan lehet ebből jól vagy rosszul kijönni, hogyan lehet ötleteket megvalósítani. Példa. Na, induljunk innen. Ha valaki egy esőtrendvonalat be tud rajzolni, és fel tudja ismerni, hogy ez egy dupla aj vagy dupla V, itt belép, ide teszi a stoppot, ez egy tök jó gondolat, addig a pontig, amíg nem a remény uralja le az elméjét, hanem itt már azon gondolkozik, miután a dupla V, dupla aj átvitte a nyakvonalát, kb. Ide a közepéhez kell húzni a nyakvonal, nem pontos definíció. Ha itt már azon gondolkozol, hogy belevettél egy egységgel, és kidobsz belőle 0,6-ot, 0,7-et, tehát több, mint a felét, tegyük fel, zsebre tettél 10 dollárt, nem számoltam ki, itt elbukasz 8 dollárt, akkor már nincs baj, ezt úgy hívják, hogy részleges zárás, ezt mutattam be az elején, meg még meg is fogom mutatni jó párszor. Ha egy dupla aj után menne a csárt fölfel, tök jó dolgunk lenne. Itt van utána rögtön egy dupla top, vagy ez a másik, M betűszerűség, vagy ez a harmadik, és megyünk szépen lefele. Viszont, ha nem zárod le a pozíció teljes egészét, vagy egy-egy részét, szerintem minimum felé, de ez nem befektetési tanács, akkor megeshet az is, hogy szépen tartod, látod, hogy itt is tök jó nyitott pozíciók vannak, bocsánat, ez a lezárt,
nézzük a nyitottat. Látod, tök jó, hogy 900 dollárot lebeg. Ha az élő pénz lenne, azonnal várnám, csak mondom. Ez nagyon sok pénz lenne ilyennyi időre. Itt én azt gondolom, hogy aki reménykedő típus, az nem lesz jó skalpos vagy daytrader. Ez nem azt jelenti, hogy reménykedni bűn, hanem racionálisan kell reménykedni. Beléptem itt a longba, zárogatok, mert biztos, hogy tudja a piac, hogy hol van az én stoppom, az itt. És hogy de az van írva, hogy 10-ből 8 veszít, akkor 10-ből 8 pozíció is kisztoppolódhat akár, és ez csak egy ilyen matematikai párhuzam, ergo jobban járok, ha részzárok, vagy ha az előbb bemutatott csúszó stoppot használom, védem magamat. És minél kisebb lotokkal, kisebb egységekkel kereskedek, annál kevesebbet fogok nyerni, de van egy jó érem, annál kevesebbet fogok bukni. Itt, aki nagy sortos volt, és azt hitte, hogy egy tök jó ötlet, lehet, hogy igaza lett, de valószínűleg nekik vagy itt volt a stopjuk, esésben bízva ennél följebb nem engedik a csártot, vagy itt, vagy még lejjebb. Van egy rossz hírem a sortosoknak, alul a szintünk alatt kialakult egy fals letörés. Letörtünk, visszajöttünk. Ebből akár az is következhet, hogy ezeket a szinteket 1-es szint, 2-es szint, 3-as szint megközelítheti, vagy elérheti a csárt. Tehát a fals letörés az egy nagyon jó day trade, vagy skalp belépő, de a szintek közelettével, nem elérésével ez fontos, illik részzárogatni. Picike pénz a zsebbe. Azon túl, hogy illik részzárogatni, ide egy ilyen, lehetőleg a kitörési pont környékére egy ilyen trendvonalat rajzolgatnék, amit ha egyszer törik a csárt, letörne a csárt, akkor én az egész pozíciót lezárnám. Például itt. Ezt meg lehetett volna csinálni mondjuk tegnap. Aztán. Ahhoz se kell túl nagy tudomány, hogy a képernyő jobb oldaláról indulva, ez egy jobb oldali csúcs, ez egy balra levő korábbi csúcs, idehozok egy vonalat. Ez mire jó? Meglátjuk. Ha itt egy esőtrend indul el, akkor ereszkedő csúcsok, definíció, ereszkedő aljak, esőtrend. Ha átvisszük, az esőtrend véget ért, újra az emelkedő trendvonal fölé kerültünk, itt egy skalper 5-10-15-20 pontra gyorsan belép, részzárogat, a pozíció fennmaradó része átmegy daytrade-be, tehát már nem pár perces pozícióról van szó, hanem daytrade-be tartja, zárogat részt, és ha esetleg beestelebne, akkor átviszi a pozíciót swing trade-be, itt most az nem következett be. Érdekesség, hogy ez a trendvonal törik, nem volt nagy kaland berajzolni az aljakat összekötni a kitörési ponttól, ugye? Amikor ez törik valamelyik irányba, az akár jó belépő is lehet, de ne feledjük el, hogy a tőzsdézők 80%-a veszít, azaz, ha én nyitogatok pozíciókat trendvonal törésekre vagy alakzatokra, én is ide tartozok. 80%-ban veszíthetek, de ha van némi tapasztalat, van némi demógyakorlás, esetleg élő pszichológiai tapasztalat, és már jó sok pénz el van bukva, és utána talpra állunk, akkor lehet, hogy a mi találati arányunk lehet, hogy jobb lesz, mint a tömeg találati aránya, de van egy rossz hírem, lehet neked akár 70-80%-os pluszos találati arányod is, ha rossz a money managementet, távol vannak a stop lossod, és túl korán zársz lebegő pluszt, akkor te is veszíthetsz. De a trendvonaltörések technikai elemzés alapján magasabb idősíkon is akár lehetnek jó belépők. Itt elindult egy esőtrend, nem nagy paland, az emelkedő trend véget ért. Ha ezt megnézzük, 5 perces idősíkon, itt ért véget az emelkedő trend, mi furcsa, előtte van egy dupla top, keze, és onnantól kezdve megindult egy gyönyörű szép esés. Ha valaki M5-ös day trader akar lenni, összeköti a tetőket, kb., és amíg alatta vagyunk, tartja a sortokat. Amikor viszont az következik be, mint ami bekövetkezett most, M5-ön látok egy W-t, körbe rajzolom megint, ezek a célárak, ha ezt a ferdevonalat átvisszük, ott is van egy M5-ös belépő, amikor az emelkedő trend kialakul, akkor viszont elmarad az M betű, átalakul WV, és most itt tartunk. Alapvetően
az a lényeg, hogy nem kell naponta 150 ezer belépőt találni, hanem 2-3 jó belépőt kell kivárni, és megfelelő lotméretekkel bele lehet nyomni. Ha nincs belépő egy instrumenton, meg lehet nézni egy másikat, de ne feledjétek el, több idősíkú elemzés életet menthet. Ha van valakinek demo számlája, nyisson egy 500 dolláros demo számlát, egy 1000-est, egy 10000-est, sokkal nagyobbat nincs értelme. Erre most rácáfolok, mert most éppen egy kicsit nagyobb számot látok, mert egy idő után már nem fog érdekelni a demo mérete, kivéve akkor, hogyha nagyon milliómos vagy, mert akkor ugye neked az lesz a célod, hogy 100 ezer meg 1 millió dolláros demókat nyissál, mert te napi 10 ezer dollárt akarsz nyerni, bukni, stb. Az egy más történet, alapvetően a legfőbb webináriumot hallgató nem tart itt, velem együtt természetesen. Oké. Ez egy emelkedő trendet követő oldaladás. Tök jó. Picit menjünk át a Dow Jones-ra, hogy ott mi történt. A Dow esetében látjátok, hogy a fals kitörésnél működött az, hogy lejöttünk idáig. Most én azt mondom, ha a trendcsatornába bennmaradunk, nem biztos, akkor én megindítok egy lot longot. Hát, ha megmarad az emelkedő trend, 12 dollárt megkockáztatok, és kezdő kedvéért ide lehet tenni egy take profit szintet, 37 dollár nyerő, vagy 12 dollár kockát, durván 1-3-hoz arány. Ez lehet egy day trade például. Trendkövető stratégia, trendcsatorna aljáról kb. Fordultunk, lehet, hogy közelítjük a tetejét, vagy bejön, vagy nem. Ott ugye nem vagy bejön, vagy nem, rejátszunk. De ha ezt a 10 dollárt itt látjátok, picit följebb igazítom. Mondjuk ide. Már 13-at nyerhetek, itt 12-t bukhatok. Ez már relatíve jó kockázatkezelés, ugye? Vagy igen, vagy nem. Ezen a két pozíción nem bukhatok. Ezek alapvető dolgok. Nyilván ahány előadás, ahány előadó, ahány stratégia, technika, annyiféle verzió van. Mindig, ami eszembe jut, azokat próbálom így alapvetően átbeszélni veletek. Ez itt a DAX Index. Köszöni szépen, jól van. Most ugye az amerikai piaczárás nem feltétlenül róla szól. Itt én azt is csináltam, hogy behúzom a stopot nullába, és fogom a DAX-ot, és egy 0-10-et lezárok. Lebeg 19 dollár, abból 6-ot elteszek zsebre. Így már be vagyok biztosítva arra az esetleges kedvezőtlen forgatókönyvre, hogy valami hülyeség történik a világban, és beszakadnak a csártok. Oké. Okay. Na menjünk vissza a Dow Jones-ra. Ha ez a fals kitörés a trendcsatornából oda vezetne, hogy áttörjük a trendcsatorna alsó vonalát, és megtörik az emelkedő trend, ez is egy komoly esélyű forgatókönyv, akkor jobb félni, mint megijedni, ezzel itt ugye kisztopoldok plusz 13-ba, másikkal minusz 12-13-ba, és összecsukom a laptopot, webinárium vége, ennyi volt a mai day trade. De itt nem az a lényeg, hogy vége legyen a webináriumnak, hanem az, hogy elmondjam, nem kell agyon kötni magunkat. Limitálni kell a kötések számát. Az egy pozíció, 10 pozícióra, tehát egy kötésre jutó veszteséget, ezt a stop loss-szal lehet meg a lot mérettel kimatekozni. Nem kell matek zsenének lenni, a Dow-val, DAX-szal, indexekkel kereskedtek, nagyjából egy pont elmozdulás egy dollárt vagy egy eurót jelent, ami nagyságrendileg közel ugyanannyi, hát nyilván 10% eltérés van a kettő között, ha ránézek, 1,09, 1,10 körül van az euró általában mostanában, úgyhogy nagyjából ez. Ha viszont egyszerre 10 instrumentum van, hogy mondjuk ugyanabban az irányban mozog, van egy csomó pozícióm, és mindegyiken 1,1%-ot, akkor egy 10 instrumenton már 1%-ot buktam a tőkémből. Megengedhető naponta akár. Ha viszont mindegyiket úgy állítom be a stop-loss-t, hogy 1-1%-ot bukok a tőkémből, nevezzük nevén. 1000 dollárom van, 1% a 10 dollár, 10 pozícióval bukok 10-szer 10, 100 dollárt, túlélem, de az már nem jó. Ha ezt valaki 100.000 dollárra csinálja, az már nagyon nem jó. Egyszerre 1-2-3 instrumentumnál többen kezdő ne kereskedjen. Most erre rácáfolok, mondhatnátok, mert ha a demo számlát megmutatom,
van egy csomó pozíció nyitva. Másképpen vannak részvények, és vannak több napos, már gyakorlatilag egy hónapja tartott részvények, ugye kitérünk ezekre is, és kalapolni, hogy úgy lehet velük. Mindegy, a reggelibe térünk, így értek reggel, aki nem tudja, az nézze meg YouTube-on. És van egy csomó részvény, amit el szoktam mondani, hogy miért vettem, miért tartom, de részvény CFD-k egyébként. Akinek a Dow Jones pont értéke nem tetszik, mert hogy 33-34 ezer, annak lehet akár S&P-vel is kereskednie. 3800-4000 meg ilyen pontok környékén szokott ez lenni mostanában, éppen 4157. És ott ugye az egy pont elmozdulás szintén egy dollár, viszont az nem mozog naponta több száz pontot, mint a Dow Jones. Most a Dow esetében az történhet, hogy ha ez egy dupla V, dupla alj, ami most kialakul, akkor hátra lehet dőlni, és megvárjuk, hogy a take profitnál kizöldül az árfolyam vagy sem. Aki nem szeret hátra dőlni, az a következőt is csinálhatja. Aki majd egy kicsit izgulósabb típus. Megnézzük, hogy hol van ez a Dow Jones. Megindult szépen a mi kis célunk fele. Módosítom a pozíciót, piaci végrehajtás. És ebből mondjuk 0.7-et lezárok. Pici profit a zsebbe. És kitágítom a take profitot. Ennek mi értelme volt? Nagyjából egyrészt semmi, de ezt csak viccből mondtam. Annyi volt az értelme, hogy megnézzük, hogy ezzel a pozícióval 13-at nyerhetek, lejjebb hozom, hogy meg tudjam hagyni éjszakára, vagy még lejjebb, ezzel pedig bukhatok 4 dollárt, 3,79-et látjátok. Na már most. Amit nyertem, 6 dollárt. Ott van a trade, látjátok. Belépő oka a trend csatorna vonal, alsó vonaláról való fordulás, és a meredekeső vonal törése. Ha én most azt akarom megmutatni, hogy ilyenkor le lehet feküdni, aludni, és nincs kockát, akkor már most bezáratnám a webináriumot. Ilyenkor a take profitot is ki lehet venni, hát ha éjszaka megtépik az árakat, vagy reggelre, vagy így hagyod, és tök mindegy. Vagy ráteszel egy csúszósztopot, csak akkor be kell kapcsolni a laptopot, vagy kell hozzá egy szerver, amin fut. A skalpereknek a legnagyobb baja meg a daytradereknek az, hogy izgulnak. Könnyen dumálok, mert egy demószámlát nyomkodtam. Ennek a tőzsdepszilói része irreleváns. Ha most én úgy dönthetnék, hogy nagyon izgulok, akkor itt most megnyomnám az X gombokat, és zárnék egy csomó pozíciót. Ezt is lehet, mielőtt lefekszik valaki aludni. Az igazi day trader igazából nem hagy pozíciót éjszakára, de ha én igazi day trader lettem volna, akkor nem lennének swing trade-jeim, például innen, onnan, amonnan. Oké. Okay. Itt most áthúzom a DAX-ot, mutatom, hogy nekem már innen is van lentebbről pozíció, és ha most itt a stoppokat nullába húzom, ezt könnyen megteltem, akkor már effektíve nagy kockázat a DAX-on nincs. Mint érdekesség, ez egy H1-es DAX. Mi történt itt? Dupla topnál shortolt sok mindenki, fals letörés, a piros szaggatott vonal a stoppon van, a nyakvonal alatt kialakult, és megnyaltuk szépen a dupla top tetejét. Lehet, hogy beszakadunk, de akkor már a dupla topos sortosok nélkül, akiknek a stop loss megbízása éppen mozdította a pozícióját. Ez egy ilyen népi megfigyelés, amikor azt lehet csinálni, megbízás módosítása vagy törlése, és ebből is egy 0-10-es zárunk. Látjátok, itt már csak 0-10 van. És ott is ugye, ha ráviszem az egeret, nullába van húzva a stop a belépési ponthoz, nincs kockázat. Ha a DAX-ot megnézegetjük, jelentéktelen kockázatlan pozícióknak, és nem nézem végig mindent, lehet, hogyha beszakadna a chart, valami oktár fogva, akkor is még nullába ki tudnék szállni ezekből a pozikból. Nézzük a NASDAQ-ot. NASDAQ már elindult lefele,
ezek a támaszszintek akár megközelítésre kerülhetnek. Megnézem, hogy H1-es NASDAQ pozícióim, amit tudok kezdeni. Itt én most nem rendelkezek olyan túl nagy pozikkal, le lehetne felezni, megbízás módosítása, sötöböl. Vagy éppen azt mondhatnánk, hogy egy negyedikei NASDAQ-ot megmutatom, hogy lefelezek, mert mondjuk megijedtem attól, hogy megindul lefelé a tőzsde. Ez nem így van, de csak mondom, megnézzük, hogy ezt miért kötöttem. Tehát a scalpot daytradet szerintem azok tanulják meg, most hülyeséget fogok mondani, vagy furcsát, akik hosszú távon szeretnének megtanulni trédelni. Miért? Hát egyrészt mutatom. Ha valaki úgy döntött, hogy ez itt egy szint, ez itt alatta, ez is egy szint, és ez is egy szint, ahol a keresztem van, látjátok? A szintet úgy hívjuk, hogy támasz, vagy ellenállás. Megyünk, átvittük a szintet fölfele, átvittük a szintet lefele, ezeket a szintkitöréseket meg lehet próbálni, letrédelni. És milyen érdekes, én a szint közelítést szeretem kereskedni. Ha itt ezt a szintet közelítjük, akkor hát azt gondoltam, hogy azért érdemes megvenni ezt a szintet, bár egy vadabb képzeletet mutatok be, mert lehet, hogy ez egy fordított váll, fej, váll. És akkor kilőhettünk volna fölfele. Egy darabig el is jöttünk, de sajnos mi alakult ki? Váll, fej, váll. De van egy jó hírem. Ez a váll, fej, váll is olyan furcsa, hogy egy darabig lefele indult meg, majd a nyakvonala alatt nem valós letörés alakult ki, és megindult fölfele, a váll felé, vagy akár a fej felé, nem tudjuk. Magyarul az alakzatokat magasabb idősíkon nézők, hogy a váll vonalát közelítjük, jelen esetben H1 idősíkon, tehát fordított váll, fej, fején áll a pali, váll. A váll vonal közelítésénél, ha jó helyen volt a stoppod, akár nyerhettél volna pénzt is. Megnézzük ezt a nagyon távoli stoppot, ezzel mennyit bukhatok. $9 belefér? Akinek nem, az ide húzza. És már is plusz $1. A stop-loss money, illetve módosítás. Itt tartunk jelenleg. Ő itt a NASDAQ, ő itt a Dow. Bizony-bizony elvitték a pozimat, most figyeljetek, csinálok egy kereskedés hibát, megjelenem a lotot, behúzom a stopot, és ezzel már $50-60 tudunk elbukni akár. Ott a mínusz 50, látjátok? Miért kötöttem be ezt? Egyrészt azért, hogy lássátok, hogy ha őrült módon hirtelen tripla annyi lottal kezdünk kötni, akkor abból nagy bukta is lehet akár. Másrészt, ha $605 kerestem egy adott időszak alatt, akkor belefér az $50 bukta, viszont nem sokszor. Ez már a túltrédelés hibája. Azonban van egy nagyon furcsa gondolatom. Ha ez itt egy letörés, és visszateszteltük a vonalat, akkor elbukok $50, ugye? Letörés, visszateszt, beszakadunk, zúgy. Ez valószínű. Viszont, money management. Ha véletlenül szerencséd volt, és nyertél az életbe valaha $600, akkor elvileg tök mindegy, hogy 550-et nyertél, vagy 600-at. Ha ez a 600 lemenne 100-ra, vagy mínusz 1500-ra, akkor az már nem annyira mindegy, ugye? Az a furcsa gondolatom támadt. Itt fönt fals kitöréssel búcsúztunk egy darabig, kitöréssel, majd fals lett, a trend csatornától. Ha lent ugyanezt eljátszák a fiúk oda át, akkor megközelítjük ismét a tetőt. Ha ez a gondolatom nem hülyeség, két forgatókönyv van. Vagy itt 600 helyett ez demódó lehetett, tök mindegy, 550-et fogtok látni, vagy 600 helyett 120-szal többet. Így nézve, hogy a mai teljesítmény ezen a demószámlán kivételesen jó lett, véletlenül szerencsével, stb. Illetve a swing trade-ekkel együtt, nyilván mutatom, nem titok, tehát vannak lebegő swing trade-ek, több napi trade-ek, így belefér a kockázat. Mit lehetne még csinálni? Látjátok, hogy
Itt van a DAX-unk, tök jól néz ki. Mutatom az euró-forintot. A reggeli webináriumot, aki látta, két darab short pozíció volt, mondtam, hogy teljesítette a célárat, az egyiket lezárom, pont. Utána jött egy gyertya, meg is fordultunk, gyönyörűen emlékeztek rá? Mákon volt, jól megéreztem. Most azt érzem, hogy shortolok, picit följebb van a stoppom, nem látszik a képernyőn, vagy bejön, vagy nem, igazából nem érdekel, mi lesz vele. És holnap a swap soron, a kamat soron itt pluszt fogunk látni, ha nem lesz ki stoppolva a történet. Na mindegy. Ami a lényeg, az euróforintra én most ráhúzogatom a részvényeket gyorsan. Nem volt olyan nagyon mozgalmas eladás, nem volt olyan nagyon mozgalmas a piac, ezért inkább elméletekről beszélgettünk. Legyen ez egy H1-es csárt, Amazon részvény. 0,8 darab részvényen van, hát ez lehetne 100 is, tök mindegy, 4 dollár bukhatok, lebeg 9. Ha én most ezt lefelezném, nem fogom, akkor megoldanám az Amazon kérdéskört, most csak 0 húzatok el belőle. Fogadjuk el, hogy mintha lefeleztem volna, akkor ez megolda, ugye? Fals letörés van itt egyébként, csak mondom. Itt van a szint, alá mentünk, visszajöttünk. Elmaradó dupla top van, hadd ne soroljam. Nézzük a következőt. Google, magasabb időségú, ezen előadáson is, illetve a reggelieken elhangzott belépő típusok alapján, ez például lehet egy dupla aj, lehet, hogy nem akkor éppen, mert mindegy. Most ezt nem fogom zárogatni, mindegyik részzár pozíció. Van nekünk Facebookunk is. Itt már lehet, hogy az emelkedő trend egyszer törni fog. Itt akkor kéne kidobni ezt a pozíciót, ha ez törne, vagy akkor kéne lefelezni. Igazából, hogyha ezen az egészet elbukom, 2 dollár engem nem érdekel, de ráadásul. Van nekünk Teslánk is, nem a legjobb pozíció, lehet, hogy ezt ki kéne dobni, de nem fogom most kidobni. Van Johnson & Johnson, akinek mondjuk esetleg szimpatikusak a trendvonal törések, akár itt is be lehetett volna lépni. De ha valaki H4-es trader, itt is beléphetett volna, aki pedig napi idősíkú befektető, ez itt egy fúri duplaj, be lehetett volna lépni. Aki meg heti idősíkú befektető, annak azt javaslom, hogy két dolgot húzzon be ide. Egy, ez itt egy szint, kitörés, visszateszt. Visszatesztet elindulunk fölfele, ez volt a vétel oka, és mi lenne, hogyha ez a dupla top, vagy hatalmas dupla top, ezt beszakadunk, ha tegyük fel, ez 10 darab Johnson & Johnson részvény volt, és 7 és felett kidobtam, maradékkal pici mínusz, több pénz a zsebbe, ha viszont az elmaradó dupla top lesz, akkor lehet, hogy egyszer csak elmegyünk az embetű tetejéig. Vagy, ha az egy esőtrend lesz, lehet, hogy megközelítjük az esőtrend csatorna felső vonalát. Vagy kiüti a stoppunkat, mint a húzat. Mindegy. Csak mutatom. Ha valaki IBM befektető, itt ezen a csárton még nincs belépő, heti idősíkon, de lehet, hogy H4-en már van. Volt. Ez itt egy dupla, lefele konyul. Én most az IBM-től elköszönök, nem azt jelenti, hogy el kell köszönni, úgyis kevés volt belőle. Ezek példák, hogy magasabb idősíkon is scalp day trade típusú belépők, trendvonal egyebek működhetnek. Vagy itt van a Commerce Bank, amit szoktam mutogatni. Ki az, aki emlékszik a reggeli webináriumosok közül, hogy mondtam, hogy ez itt egy dupla aj, 10,75. Ha most kisztoppolódnék, 1 dollár buknék, lebeg 12, tehát hogyha holnap reggel lezárok ebből az 5-ből egyet, akkor a pozíció megoldva. Tehát ugyanazok részzárások, trendkövetés, stb. Stb. Itt van például a Deutsche Bank, az már nyaldossa a 10 euró környékét, szintén dupla aj, látjátok. Egyébként H1-es idősíkon voltak ezek a belépők emlékeim szerint. A többi index, meg egyebek. Na, menjünk vissza gyorsan a NASDAQ-hoz. Semmi. Oldalazás. A dó lehet, hogy kuka lesz. És a DAX M1, ugye most nem pont itt zajlik az élet. Hát ez a ma esti oldalazó nem volt túl izgalmas, viszont ezáltal egy picikét nagyon-nagyon alapszinten az elméletet tudtuk érinteni. Remélem, hogy
még ezzel a kereskedés hibával megnézzük az utolján a végén, hogy de jó lenne 50 dollárom kisztopolni, és akkor is, ha most én sokszor megnyomnám az X gombot, ez egy gyönyörű szépen zárt nap, hét, hónap, stb. Lenne. Vagy negyed év, tök mindegy. Ha ez egy válfej vál, és kiestünk az emelkedésből, akkor bizony-bizony, itt sok-sok pozíciótól lehet kéne köszönni. El is kezdem az elköszönést. És akkor látható, hogy igyekszem a zárásaimmal a mínuszt fedezni. Kisztopoldok 50-nel, mindjárt meglévőkből zártam X-et, 651, marad belőle 600, mint ami az előbb volt kb. Ha nem is tökéletesen, de elintéztem a dolgokat. Emelkedő 50 csatornából kiestünk, találkozunk reggel. Arany 2000 környéken oldalazgat, reggel megbeszéljük, sziasztok!